szépen gyarapodtok nap, mint nap. Jó reggelt, szépségeim, csillogó, villogó napocskáim, ti mosolygó szerelmeim. Ben Jonson Shakespeare kortársa volt, ugyanott alkotott, ahol ő, míg a Volpone című végjátékának is a Globe Színházban volt a bemutatója. A mű az angol irodalom egyik legtöbbet játszott, legjelentősebb komédiája. A darab története szerint Volpone, a nemes úr, úgy tesz, mintha haldokló nagybeteg lenne, és közben elhírezteli, hogy bár vagyona jelentős, örököse nincs. Azt reméli, hogy a velencei gazdagok számos ajándékkal kedveskednek majd neki azért, hogy végrendeletében őket nevezze meg örökösnek. A komédia címszerepét Jordán Tamás alakítja. Egy gonosz ember a darab szerint, mert úgy azt akarja, hogy megszerezze mások pénzét azzal, hogy betegnek tetteti magát, és mindenki az örökségére pályázik, és hajlandóak mindent megtenni. De valahogy, hát én nem is tudom, hogy kívülről nézve milyen, én nagyon szeretem, és azért én azt is szeretném, hogyha a nézők látnák benne az esendőséget is, ami a gonoszsága ellenére egy icipicit találokon szembessé teszi. Az előadást a Szombathelyi Társulat nagy sikerrel játszotta a közelmúltban a Budapesti Városmajori Fesztiválon, ahol több díjat is kiérdemelt, egyebek mellett a közönség zsűriét is. Nyíregyházán a 9 napon át tartó fesztivál versenyelőadásait a Benedek Miklós vezette zsűri értékeli. A színművész és a közönség soraiból kiválasztott zsűritagok ítélik majd meg a díjakat a legjobb előadások alkotóinak. 5 vagyunk a zsűriben, ő illetve mi 4 civilek. Mindig mi mondjuk el a véleményünket, ő ehhez ragaszkodott, hogy ő mondja utoljára. Igen, eltérő, tehát ő teljesen úgymond szakmai szemmel nézi ezt, de nem is nézhetné másképpen, és hát árulja sokszor, hogy egy picit elfogult is tud lenni, mert olyan kollégákat lát nyilván itt a színpadon, teljesen más közlekben, mint Pesten, akikkel szoros jó kapcsolatban van. De vannak, nem viták ezek, hanem egy ilyen kellemes, egészséges véleménykülönbségek, hogy amit mondjuk a zsűri társaim teljesen laikus, mindennapi emberként látnak, tényként leszögezik, hogy tetszett, nem tetszett, ez vagy az, azt Benedek művész úr, én azt gondolom, fel tudja borítani. A hátralévő 2 napon a versenyprogramban a közönség láthatja a Nézőművészeti Kft., a Dunaújvárosi Színház, valamint a játékszín előadásait. A Kossuth téri színpadon többek között Karamell és Tompos Kátya is koncertezik majd.